Reptér. Nem, jó, csak a mikrofon. Igen. A 2024-es 25-es évadot megnyitjuk, mindig szeptember 1-én, ezért ez a kellemes vasárnap délelőtti időpont. Az oka mindig ugyanaz, Karinthy Márton ezen a napon született, szeptember 1-én. 65 ezer néző volt az előző évadban itt a hadszínben, ami... Ha jól emlékszem, bár számokban nem vagyok nagyon erős, de olyan 3-4 ezerrel több, mint az előző évadban. Én azt gondolom, hogy ez egy 266 férőhelyes színháznál nagyon, nagyon szép szám, nem összehasonlítva senkivel és senki mással, mi saját magunkkal hasonlítjuk ezt össze, és ez egy nagyon nagy eredmény. Hogy mi marad repertoáron, illetve mi kerül le, az elsősorban a látogatottságtól függ. Ez alapján kellett döntenünk, hogy 2-3 előadás lekerül az évadban. Az új bemutató az egyik az adott volt, hiszen a Hosszú élettitka olyan sikeres volt, hogy adott volt, hogy Rényi Ádám új novellájából is megpróbálunk egy hasonló tematikával felépülő előadást készíteni. Kapuzárási pánik a címe, 4 új szereplővel, 4 nagyon neves színművésszel. A Hosszú élettitkában az idősebb generációnak a történetei is hangsúlyosak. Ebben inkább ez az 50-es, és tehát ilyen 50-es és ilyen 30-as generációnak a történetei. És úgy gondoltuk, hogy ha nem ugyanazok a szereplők lesznek, nem tudnak teljesen ugyanazok a szereplők lenni, akkor legyen teljesen új a cast. Bízunk abban, hogy ők is fogják ezt úgy szeretni, mint a Hosszú élettitka színészei. Megpróbáltuk a Ma kabaréját létrehozni, de nagyon félünk ezeket a kifejezéseket használni, mert az ember meghallja azt, hogy kabaré, akkor vagy Liza Minnelli jut eszébe róla, vagy az, hogy úristen, valami avit, poros, Chaplin kalapos valami előadás várható. Azt sem szeretnénk mondani, hogy stand-up comedy, mert nem az, hiszen minden dramaturgizálva van, és hárman játsszuk el a jeleneteket, nem egy valaki beszél egy mikrofonba, mint én most. És van egy kis zene, van egy kis multidézés, van egy kis színházi életbe való bepillantási lehetőség, de ha a fiúknak valami eszébe jutott már ezzel kapcsolatban, akkor azt jó lenne, ha velem is megosztanák, mert a plakátra is ki kéne írni, hogy végül is ez mi, de nevetésterápia címen megy, ami felfrissít. Folytatódik a Sör, a Shakespeare összes rövidítve, a Görcs, a gondviselők összes regélyi és cselekedetei, valamint az ősember, és hát most az egy nagy dobás, hogy végül is idehozzuk most a színházba, és remélhetőleg ugyanolyan nagy sikerrel tovább folytatódik a Kövek a zsebben Rudolf Péterrel közös két statiszta története, amit már 22 éve játszunk, de állandóan bővítjük és fejlesztjük, úgyhogy ettől is nagyon sokat várok, mert jó lesz hozzá nagyon ez a tér, ahol most itt állunk. És hát a Flódniba is rendszeresen fölbukkanok, ami meg egy ilyen improvizálós műsor, úgyhogy igazán nem lehet azt mondani, hogy a jövő évadból nem fogom kivenni a részemet munkaügyileg. Mi arra koncentrálunk, hogy az a néző, aki ide bejön egyszer, akár egy befogadott előadásra, akár egy saját előadásra, az visszajöjjön, és azt gondolom, hogy ez működik. Felkerültünk a színházi palettára. Én azt gondolom, hogy egyre jobb helyre kerülünk ezen a színházi palettán. A hadszín az most nem szeretnék nagy dolgokat megfogalmazni, de hogy fontos szereplője lett a budapesti színház, és nem, remélhetőleg nem csak a budapesti színházi életnek. Akkor itt és most szeretném kihangsúlyozni, és a magam módján megköszönni, hogy van egy ember, aki nélkül ez a színház nem lenne az, ami az a Petra.